A sziklaugró és király pingvinek boldogságához már csak egy kis halnasi hiányzott. A sarkvidék lakói vannak talán a legirigylésre méltóbb helyzetben, őket nem zavarja a közel 40 fokos kinti hőmérséklet. A jégvilágban hűtött, 6 Celsius fokos térben töltik a mindennapjaikat. Az ázsiai elefántoknak viszont már meg kell dolgozniuk a hűvösségért, például porfürdőt vesznek, és minden nap izgatottan várják a zuhanyozást is. Az ázsiai elefánt hölgyeink, Jászmin, Motki és Tánya már ilyenkor, ahogy meglátja a gondozókat, illetve a slagot, azonnal jönnek libasorba, hiszen elefánt wellnessben minden nap részesülnek. Imádják ezek a 3,5 tonnás hölgyek ezt a kényeztetést, hiszen nagyon szépen lehűti a hatalmas vastag bőrüket. Nagyon intelligens állatokról van szó, egy óriási kifutóban vannak, de még ilyen esetben is az árnyékban tartózkodnak. Ráadásul a hűsítő fürdő után általában homokfürdőt vesznek, hiszen rájuk ragad így egy különleges sárréteg, aminek segítségével a napsugarai ellen és az élősködők ellen is védekeznek. A főemlősöket pedig gyümölcsös jégfagyival kínálják meg a meleg napokon a gondozók. Különféle gyümölcsöket helyeztünk bele, visszatöntöttünk rá is be a fagyasztóba, nagyon egyszerű. Az elkészítése incsiklandó, és most megnézzük a kis labdadobástudásomat. Marita, Muki, kettes voltam ki kis labdadobásból. A fehérkezű gibbonoknak kellett egy kis idő, még megtalálták a jeges finomságot. Könnyebb dolguk volt viszont a gyűrűs farkú makiknak. Ők szinte sorba tudtak állni a gyümölcsös hűsítőért, és mindenki jó ízűen tudta fogyasztani. A látogatók pedig ilyenkor egész közelről nézhetik meg a kattákat. Alapvetően minél több élményt szeretnénk adni az ideérkező vendégeknek, gondoljunk csak egy jegesfedben látványetetésre, vagy egy pingvinetetésre, de a madagaszkári gyűrűsfarkú makik közébe is mehetnek a vendégek. Itt maki őreink vannak, ők figyelnek a vendégek viselkedésére, de konkrétan őket így, mint én, testközelben megcsodálhatják. A Nyíregyházi Állatpark szerencsés helyzetben van, hiszen egy tölgyerdőben található, így az összes kifutóban van árnyékot adó fa, de az önitatók, egyes állatoknál pedig a dagonyázó helyek és medencék is a hűsölni vágyó állatok kényelmét szolgálják. Az itt élő 5000 állat jó része olyan egzotikus tájakon őshonos, ahol a forróság természetesnek számít, de ilyenkor ezek az állatok is inkább a reggeli és a késő délutáni órákban mutatnak aktivitást.